A hagyományos recept felírás lassan a múlté, ugyanis hamarosan egy egységes adatbázisban tárolják majd az országban felírt és kiváltott gyógyszerek adatait. Az elektronikus szolgáltatási térben minden adat egy helyen lesz. Augusztus közepéig tesztelték 80 intézményben és nem találtak benne hibát, ezért szeptemberben országossá tették a rendszert. Azóta 4722 háziorvos, 2705 gyógyszertár, valamint 315 kórház, illetve rendelőintézet csatlakozott a hálózathoz. A pirótát már korábban lezártuk, és szeptember óta lehet csatlakozni hozzá. Most azt tudom önnek mondani, hogy október 12-i határnappal tudok mondani információkat. Az összes intézményi szereplő 93%-a már elkezdett regisztrálni a rendszerben, tehát valószínűleg november 1-től el fog indulni a teljes édesüzem is. Azonban nem számítok arra, hogy ne legyen probléma. Nyilván lesz, mert egy ilyen méretű rendszert még soha nem adtak át hazánkban. Ráadásul az egy ötös biztonsági szintű fejlesztés, a banki az csak négyes szinten van. Nyilván lesznek apró gondjaink, de egy biztos, hogy az elmúlt másfél év munkája arra, arra bíztat minket, hogy ezek a hibák, ezek csak nyomásak lehetnek már. Biztonságosabb, hatékonyabb és kényelmesebb is lesz a rendszer, ugyanis ebben mindent naplózna. A gyógyszert felíró orvos látni fogja azt is, hogy a páciens kiváltotta-e a készítményt a patikákban, mert sok esetben nem váltják ki és nem szedik be a javasolt gyógyszereket. A rendszer bevezetése előtt most a legfontosabb kérdés a beteg részéről, hogy miként veheti át a felírt gyógyszert, milyen okmányok szükségesek ahhoz, erről beszélt a Nyiregyházi Egészségügyi Alapellátás igazgató, 35 perc című műsorunkban. Az, hogy én hogyan veszem át, nyilván vagy e, e igazolványom kell, hogy legyen, tehát e te szemigazolvány, vagy egy ta és egy szemigazolványal ahol bizonyítom, hogy én én vagyok, át tudom venni. Van meghatalmazás, tehát ugyanúgy létezik a meghatalmazás, hogy bárki átfeleti, hogyha én megírom neki a meghatalmazást, ez egyenlőre még úgy néz ki, hogy papír kell, de nyilván ez a digitális világban is e, igazán azt gondolom, hogy megoldható lesz már a későbbiekben. Tehát ami nagyon fontos, átmeneti időszak lesz egy évig, tehát lesz papíralapú is és digitális recept is, tehát működő lesz a világ. Nyilván ezzel szerintem az embereknek könnyebb lesz, én is hagytam már el receptet az elmúlt éveim alapján, ez most meg fog szűnni, mert minden ott lesz a fent a Fenta hálóban, és ugyanakkor minden nyomon követhető. Tehát hogyha elfelejtem, hogy írtak ki, nem írtak ki, kiváltottam, nem váltottam, minden ott lesz. Tehát minden nyomon követhető nekem, mint lakosnak is, és nyilván az egészségügyi dolgozóknak is. A betegek az új személyi igazolvány nélkül is ki tudják majd váltani a számukra felírt gyógyszert, elegendő lesz a patikákban a tajkártyájukat és egy fényképes igazolványukat bemutatni. A gyógyszertárak, a háziorvosi praxisok és a kórházak is folyamatosan kapcsolódnak a rendszerhez. A november elsőjei határidő csak az ügyeletekre nem vonatkozik.